Nem az a cél, hogy mindenkiből színművészt neveljünk, hanem az, hogy az anyanyelvünkkel foglalkozzunk. Hangzott el a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 17. találkozójának záró estjén Tordán. A Topolyai Mara Amatőr Színház társulata nyerte meg a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 17. találkozójának egyik fődíját. A Pataki László díjat a legjobb hagyományos keretek között elkészített előadásért ítéli oda a zsűri. Hát meg kell, hogy köszönjem a rendezőknek, Szoboda Tibornak, valamint a csoportnak is, akik a munka mellett ugye 4 hónapig eljártak próbára. A legjobb alternatív produkcióért járó elismerést a Magyar Kanizsai Gondolatjel együttes vehette át. Fiatalokból állunk, többnyire középiskolások, illetve hát egy tagunk van, aki nem középiskolás. Nagyon fiatal társulat vagyunk. A legjobb közösségteremtő előadást a nagy kikindaiak készítették. A szakma szerint a nemrég alakult társulatok közül a házigazda Tordai Színjátszókör a legígéretesebb. A Mezei Zoltán a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának igazgatója, Ágoston Pribilla Valéria tanárnő és Brestjánszki Boros Rozália dramaturg alkotta a zsűri értékelte továbbá a legjobb fő- és mellékszereplőket, valamint a legszebb színpadi beszédet is. Én 6. éve zsűrizem a fesztivált. Nem vagyok ebbe biztos, de úgy ítélem meg, hogy idén volt a legtöbb fiatal csoport, a legtöbb diák színjátszó. A Magyar Nemzeti Tanács külön díját a tájolási program támogatást az Entai Magyar Kamara Színház színtársulata kapta. A találkozót Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke zárta le. A kitűnő házigazdának bizonyult tordaiak arra a legbüszkébbek, hogy a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 17. találkozójának köszönhetően újra megalakult az amatőr színtársulat a faluban. A Gyermekkönyv Nemzetközi Napja apropójából megtartották az olvasás népszerűsítő akció záró rendezvényét a Szabadkai Városi Könyvtárban. A február óta tartó kalandozás könyvországban nevet viselő akció ideje alatt a diákok kedvezményes áron iratkozhattak be a könyvtárba. Több mint 800-an éltek ezzel a lehetőséggel. Azok, akik az intézmény tagjai lettek, nyereményjátékon vettek részt. A 101 nyertes nevét ünnepségen sorsolták ki. A Gyerekkönyv Nemzetközi Napját egyébként 1967 óta ünneplik, minden évben április 2-án Andersen születésnapján. Fizika, kémia és földrajz könyveket kaptak az óbecsei iskolák. A magyar nyelvű könyvek nagy segítséget jelentenek mind az általános, mind a középiskolák számára, mondta Galgó Ferenci Andrea polgármesteri tanácsadó. Ez a szakkönyvekre és a szépirodalmi művekre is igaz. Ezúttal szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a középiskolás könyvcsomagok szakkönyveket is tartalmaznak, és talán először erre is lehetőség nyílik, hogy az óbecsei középiskolába járó diákok magyarországi szakkönyveket foghassonak a kezükbe, olyan helyről, hogy a saját iskola könyvtárukból. Gergely Otília, az Óbecsei Gimnázium biológia tanára számos csereprogramban vett részt. Ezek során a gimnazisták Szekszárdra utaztak. Óbecse testvérvárosában megismerkedtek az ottani szakirodalommal, illetve a tanítási technikákkal. Az ott megismert magyar könyveknek mind a tanárok, mind a diákok örülnek. Mi az Óbecsei Gimnáziumból, amikor meghallottuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanástól könyvadományt kapunk, nagyon megerültünk, mert ez egy hatalmas segítség a tanulók számára, és úgy szintén a tanárok részére is, mert tankönyveket is tartalmaz, nem csak regényeket. Nagyon örülünk a könyvadománynak, nem csak jó magam, hanem számos más diáktársam van abban a helyzetben, hogy nem tudunk minden egyes tankönyvet beszerezni ugye a tanév kezdetére, sőt sok esetben a közepére. A Budapesti Országos Széchenyi Könyvtárban tartották meg még az elmúlt év végén azt a könyvátadó ünnepséget, amelyen bejelentették, hogy a tajvani nagykövetség is csatlakozik a Pro-Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány Vajdaságnak szánt könyvajándékozó akciójához. Húsvéti kézműves kiállítást és vásárt szerveztek a Pacséri faluházban. A rendezvényt Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke is meglátogatta.
a pacséri húsvéti kézműves kiállításon a festett tojások, illetve az ünnepi dekorációs elemek mellett a helyi kismesterségek művelői is bemutatkoztak. Nagyon sok kézműves van, nagyon sokan kiállítanak például a Mirken és egyéb kiállításokon Budapesten szerepelnek. Több mint 80 nő van regisztrálva a Kultúra Egyesületen belül, aki otthon különböző kézműmunkákkal foglalkozik. Próbáljuk ápolni a húsvéti hagyományokat, a tojásfestéstől kezdve, és a locsolás is, ugye, amíg úgymond fiatalabbak voltunk addig, mint társaság és baráti körment locsolni, de ugye amikor már az embernek családja van, és főleg fia van, akkor vele próbál menni, és próbálja ezeket a hagyományokat mind megőrizni. A látogatók szerint a húsvéti rendezvények megteremtik a hangulatot a közelgő ünnepre, valamint hagyományőrzésre tanítanak minket. A sonka, tojás, kolbász főzés az nem maradhat el, az nem hagyjuk ki. Süteményeket készítgetünk, meg hát az unokának ajándékot, egy kis, ami a kis nyugdíjból tellik, de hát azért egy kis figyelmesség mindig van, mindig tellik rá. A pacséri vásáron a legnagyobb érdeklődés a cukrásztermékeket övezte. A festett tojásokon kívül a csoki nyúlból fogyott a legtöbb. A zsűri értékelése szerint a legjobb előadás a Zentai Színtársulat Valahol Európában című darabja lett a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjén. A legjobb csapatmunkáért az Újvidéki Színes Szilánkok diák színpad tagjait tüntették ki. A női szereplők megosztott díját az Újvidéki Hajdúsára és a Szabadkai Kőműves Noémi érdemelte ki. A legjobb férfi főszereplő díját az Entai Gruig Bálint és az Újvidéki Dévai Tibor tudhatta magáinak. Emellett 7 külön díjat is kiosztott a zsűri. A filmművészeti kategóriában a Bolyai Filmműhely tagjai aratták a legtöbb sikert, hiszen a legjobb filmet és a legjobb dokumentumfilmet is ők készítették, de a legjobb operatőr és a legjobb műhely díját is a bolyaisok vihették haza.